A bejáratot ugye egy nemezből készített kis kapuszerű építményként próbáltuk megjeleníteni, ami tisztán nemezből készült, tehát gyakorlatilag érzékeltetni kívántuk, hogy belép a kiállítótérbe a látogató, és ott valóban a kép oldalán megjelenik az itt látható minta, melyet a nemez készítők választottak. Ez egy aranyozott ezüstből készült honfoglaláskori csüngő, amely ibrányba került elő egy ásatás során még a 80-as években. Egy tárlatvezetés során ilyen sztorikat is megtudhatunk a Józsa András Múzeum legújabb kiállításáról. Az Elit Alakulat 2.0 első elemei április végén érkeztek meg a múzeumba egy 15 méteres több tonnás kamion segítségével, egyenesen Csíkszeredáról. Ott 3 hónapig volt látható a tárlat, ez idő alatt közel 10 000-en látták. A honfoglaláskori temetőket, sírokat, lószerszámokat, ruhadíszeket, ékszereket és pénzérméket május 14-től lehet megtekinteni. A Miskolcról indult vándorkiállítás kiegészült a Nyíregyházi Múzeum saját gyűjteményével is. A Szabolcs vezérföldjén című kiállításunk, amely a honfoglalás korának a régészeti anyagát mutatja be a múzeumnak a saját anyagából, amely lényegében több mint 150 éves gyűjtésnek az eredménye, és amiket itt láthatunk, az gyakorlatilag napjainkig mutatja be azokat a legszebb, legizgalmasabb, legérdekesebb tárgyakat, amelyek ehhez a korszakhoz kapcsolódnak. Egyrészt törekedtünk neves, nevezetes vagy esetleg ritkán látható tárgyak bemutatására, másrészt próbáltuk a honfoglalás korát is egy kicsit bemutatni olyan szempontból, hogy nem csak csillogó-villogó arany, ezüst, aranyozott ezüst tárgyak voltak abban a korszakban, hanem bizony a köznép, amely a társadalom jelentős részét adta az időszakban. Tehát az ő viseleteket is bemutatni, hiszen azokra jóval kevesebb figyelem hárul. Érdemes a tárlat minden pontját alaposan megnézni. Ez a kisvakond sem csak azért szerepel itt, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára. Azt jelképezi, hogy ha sírok mellett kezdik meg munkájukat ezek az állatok, például ilyen díszgombok kerülhetnek az útjukba, amit a felszín közelébe hozhatnak. Az elmúlt években több ezer sírt tártak fel, ezekből hatalmas gyűjteményre tett szert a Józsa András Múzeum. A zempléni anyagon túl, ami ugye a Borsod-Abaúj Zemplén megyéhez tartozik, és a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött honfoglaláskori anyagon túl, itt nálunk a Józsa András Múzeumban vannak a legértékesebb és legtöbb honfoglaláskori leletanyag. És ezeket mutatjuk be. A múzeumunk alapítója, pontosan idézném, amit mondott, ő például azt mondta, hogy a honfoglaláskori leletekben a Nemzeti Múzeummal is bátran versenyezhetünk. Ez a Józsa András Múzeum. Honfoglaláskori balta, fokos kar dolgában is felette állunk az ország bármely vidékének. A modern, 21. századi kiállításban az installációk is egyediek. Rengeteg fiú kihúzható, amelyek újabb információkat rejtenek a látogatók számára. Az év kiállításaként is emlegetett dupla tárlat november közepéig látható a Józsa András Múzeumban. A saját gyűjteményt aztán visszaviszik a raktárba, az Elit Alakulat 2.0 pedig vándorol tovább.